Virágzó cég, a város jótevője. Egy ismert áruházlánc polcrendszereinek hegesztésével indult a cég működése, ma már elsősorban autó- és gépalkatrészeket gyártó és forgalmazó cégek megrendeléseit szolgálják ki. Egyedi és sorozatgyártásban készülő termékeiket Európai Uniós támogatással beszerzett, korszerű eszközpark segítségével állítják elő. A cégvezető igazi lokálpatrióta, aki több formában is segíti a települést, de támogatója a Karol Wojtyla barátságközpontnak is, és évente többször családjával együtt ételt oszt a rászorulóknak. Tavaly kaptunk egy nagy segítséget tőle, a megépített a színpad, és tulajdonképpen ők az összes vasszerkezetet adták, és ők állították föl, és tavaly születi napok alkalmával lett ez felavatva. Legyártottuk, beszereltük, a döntő részét adományként tettük. És jó, elmenni mellette, ránézünk, mit csináltunk. A Miga Metallal partneri és üzleti kapcsolatban vagyunk. Ez a kapcsolat több mint 10 éve kezdődött. Elején főleg lakatosipari munkákat végeztek számunkra. A 10 év alatt a kapcsolat egy egyszerű kis családi vállalkozásból egy stratégiai partner kapcsolattal nőtte ki magát. Elsősorban préselt alkatrészeket gyártanak, heggesztenek is számunkra. Mind a két cég az előző 5-10 évben megháromszorozta a kapacitását és a gyártás volumenét, nagyságát, és ezt részben annak köszönhetjük, hogy mi szorosan együtt dolgoztunk. 1993 óta vagyok egyéni vállalkozó, és 2003-tól kinőttük, úgymond, és azóta létezik a Miga Metall Kft. Folyamatosan bővülő számokkal. Egy családi vállalkozás, feleségem és én vagyok tulajdonosként benne. 50 fővel dolgozunk jelenleg. Büszke vagyok, velük értük ezt az eredményt, és úgy érzem, hogy ők is magukénak érzik a cég dolgait. A Miga Metall Kft-nál közel 10 éve dolgozom, hegesztőként és programozóként egyaránt. A Kopasz Tamás által megtervezett csodabokor volt talán a legemlékezetesebb munka, amit közel egy hónapig csináltunk, és az MTV székháznál a beépítésénél is részt vettem. A Wojtyla Barátságközpont, ahol most állunk, 12 éve jött létre, egy szociális közétkeztetési intézmény, ami tartósan és többszörösen rászorult emberek étkeztetésével foglalkozik. Kovács Zoltán és felesége már negyedik éve a támogatónk, ők is osztják az ételt, jó szóval szolgálnak a szegények részére, és mindig biztosítják a támogatásukról az intézményünket, és ezt évente 2-3-szor is megteszik.